Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a televízió nézőket. A tavasz beköszöntével, a téli nyugvás után ismét szányra kelnek, vagy már keltek a méhek, itt a rajzási időszak. Április 30-a a méhek napja, május 20-a pedig a méhek világnapja. Hogy miért is jelentős ez az állat a természet számára, és mi jellemző a hazai mézfogyasztásra, arról is beszélgetek Horváth Antal méhészmesterrel, akit nagy szeretettel köszöntök a stúdióban. Üdvözlök én is mindenkit. Örülök, hogy itt vagy, engedjék meg a nézők, hogy tegeződjünk, hiszen én azt gondolom, hogy ilyen szakmai kapcsolat már régebb óta van. Engem kifejezetten érdekel a méhek élete, ezért is örülök, hogy itt vagy. Megkezdődött a rajzási időszak, ez az egyik legfontosabb téma mostanában. Azért a legfontosabb téma, mert ezzel a polgárok is ugyanúgy találkozhatnak, tehát egy méhraj bárhol megjelenhette, legyen az egy utca, játszótér, házfala, akár a gyümölcsfánk vagy a tujafánknak a tetején. Azt kell róla tudni, és azt szeretném elmondani és felhívni a figyelmet, hogy alapvetően nem bántanak. Az, hogy amikor megjelennek egy nagyon erőteljes hanghatással jár, hiszen több ezer méhecske érkezik meg arra a területre, illetve oda, de körülbelül egy olyan 15-20 percen belül össze fognak állni egy gömbé, és békésen elvannak ottan. Azt nem lehet tudni, illetve a tudomány mai álláspontja még nem tudta meghatározni, mi alapján döntenek, hogy ott maradnak, vagy tovább mennek. Általában azért 95%-ban tovább mennek, de nem feltétlenül jók ezek a kószáló, elkóricált méhrajok, több szempontból sem. Mit tegyünk, hogyha felfedezzük, hogy ott van egy méhraj? Próbáljunk valami méhészt értesíteni. Általában azért a közelben biztos, hogy van valami méhész, vagy tudunk róla, vagy nem. Megpróbáljuk ezeket a rajokat összeszedni többökből kifolyólag is, illetve hogyha valami veszélyesebb problémát jelentene, tehát mondjuk egy játszótér kellős közepén van, mert az is előfordulhat, óvoda, iskola, illetve mondjuk csak simán az utcán, tehát itt rögtön mellettünk található helyek közel az erdészeti iskola, ott annak az udvarában már most is van benne egy raj, amiről tudunk, illetve adott esetben, tehát a kerítés rámegy, akkor egy kis problémát okozhatnak a járókerők részéről. Tehát szóljunk egy méhésznek alapvetően, és megpróbáljuk megoldani a problémát. Mi magunk ne próbáljuk meg elüldözni őket. Elüldözni semmiképpen se, tehát ne bántsuk őket, tehát nekik ez egy szaporodás, tehát a méh családnak a szaporodása, tehát ők az ösztönüktől vezérelve próbálnak túlélni. Alapvetően nem támadó jellegűek, de hogyha bántjuk, akkor mindenki védekezni fog, tehát ugyanúgy működnek ők is, mint az emberek, tehát hogyha engem bántanak, én is védekezni fogok. Ilyen önvédelemszerűen. Tehát önvédelem maximálisan. Sőt, akár oda is lehet hozzávenni, közel, szép, lassan, finoman, nyugodtan oda lehet, mert nem bántanak. Teli van a gyomruk nekik, a túlélésért küzdenek, tehát nem harcolni akarnak, túlélni akarnak ők. De a legbiztosabb, hogyha ezt a dolgot egy méhészmesterre, egy szakemberre bízzuk, és hogyha már szóba került, hogy támadás, akkor gyakran felvetődik a kérdés, hogy a méhecskétől kell-e tartanunk, vagy a darástól? Egyáltalán mi a különbség a kettő állat között? Méhecske az méhecske, a darás meg darás. Darás belül is van kettő nagyobb, több fajtája van, tehát Magyarországon körülbelül egy 20-25 fajta hullánkos, tehát a hullánkosok közé tartoznak alapvetően, tehát az egyik besorolásuk. Azért okoznak problémát, illetve azért veszélyesek, mert adott esetben vagy harapnak, és csípnek, ami ugye magyar nyelvtan szempontjában nem tökéletes, mivel azt szúrnak a fullánkjukkal. A méhecskének nincsen szájszerve, tehát ő nem fog tudni rágni, tehát harapni. A fullánkja viszont adott esetben veszélyes lehet, és szúr, de én is mindig folyamatosan csípést fogok mondani. A darázs ezzel szemben van szájszerve, tehát rág is, harap is, és van fullánkja, és szúr is, tehát csípni is fog. Azért kicsivel veszélyesebbnek tartom a darazsakat, mivel életmódjukból fakadóan ők mindenevők, tehát nem lehet tudni, hogy előtte mire volt, mire szállt rá, adott esetben hús, dög, bármi. Adott esetben a csípése sokkal, de kellemetlenebb tud lenni emiatt, mert fertőzést is okozhat. És a darázs, ahogy a közhiedelemben van, agresszívabb? Tehát ő azért magától is támad?
Nem, alapvetően nem, de mivel az életmódjából adódóan, hogy minden evő, jóval kíváncsi. Tehát az én állatom az, az ő látásmódjában, ő másképp látja a színeket, de gyakorlatilag ő a virágokat, a színeket fogja keresni, nem feltétlen fog oda menni egy ablakhoz, vagy bemenni egy ablakon. Ezzel szemben a darázs, mivel kíváncsi és minden evő, tehát ő bármit érdekel, sokkal gyakrabban tudok vele találkozni, hisz meg fog olyan dolgokat is nézni, tehát a sörünket, a vislinket, a mustárunkat, adott esetben be fog nézni az ablakon, meg beljebb is fog repülni, hát ha talál valami táplálékot, amit ő el tud vinni, ezért sokkal gyakrabban találkozunk velük, de kimondottan nem támadóak. Tehát ők is védekeznek, tehát hogyha valami történik, vagy úgy értékeli, tehát legfőképpen ez, hogy úgy értékeli, ez legyen az, hogy megyünk az utcán, hosszú hajunk van, fúj a szél, a hajunk megcsapja az épp ott elrepülő darazsat, vagy méhét, az oda fog bökni. Nem azért, mert ő támad, úgy érzékelte, hogy bántják. Igen. Tehát de nem támadó. Igen. Visszatérve a méhekre, röviden, hogy lehetne összefoglalni, miért is jelentős ez az állat, mondjuk az ökoszisztéma szempontjából? Nagyon sok ilyen Facebook posztot láttam, hogyha nem lennének méhek, akkor élet sem lenne a Földön. Hát körülbelül 60%-kal kevesebb termés várható. Nagyon sok növény és annak a termését, amit fogyasztunk, az beporzás szükséges, tehát nem csak a szél, tehát önmegtermékenyítő, hanem adott esetben erről van megporzást igényel. Ez, hogyha megnézzük az zöldséges standokat különböző helyeken, 40-50-60%-ot is elérheti adott esetben, tehát ezért fontos. Azért itt kiemelném, tehát itt beszélünk a méhekről, én persze méhészként az enyémről, de azért ezek a beporzók, dongók, minden egyéb, akik ebben részt vesznek, azok is nagyon-nagyon fontosak, és ez egy összetett, komplex kérdés. Most milyen egy méhész élete, mondjuk a te életed, különösen úgy, hogy mondjuk volt egy rövid tél, jött egy korai tavasz, aztán volt lehűlés, aztán most megint koranyárias idők vannak. Hogy egyáltalán változott-e valamit mondjuk a rajzás időszak? Előrébb jött, mi a tapasztalat? Maximálisan, tehát április 4-én már raj volt, nem egy, nem kettő. Az első idézőjel nagyon jó idővel már elkezdődött ez a szaporodási hulláma. Az enyhetél nem jó, mezőgazdaságról beszélek általánosságban, nagyon nem jó, tehát a mi vidékünkön minden azt mondaná, hogy igenis kellenének a fagyok, talajnak minden tekintetben. Nekem se jó a méhek szempontjából ez a nagyon meleg, szó szerint nagyon meleg tél. A tavasz nem indult rosszul, az, hogy egy hónapos előnyben vagyunk, tehát egy hónappal előbb virágzott minden, azzal nem lenne semmi gond adott esetben. Viszont az, hogy most volt ez a kettő és fél hét relatíve hűvös idő, a méheket ez bekényszerítette a kaptárba, hisz, és most megjött a jövő, ezért megint még jobban fölre megindult a rajzási ösztönük, mert két hétig nem tudtak nagyon mit csinálni. Viszont a növényzet nem feltétlen tudja ezt úgy követni, illetve a fagyoknak, mert bizony ezekben az időkben voltak éjszaka -2-3-as fagyok, nem feltétlen tett jót a növényeknek, a virágoknak, illetve terméskezdeményeknek. És neked már 4 órakor kezdődik ilyenkor az élet, a nap, és 150-160 méh családod van? Adott esetben, tehát a mai napom az nagyon korán kezdődött, és nem is tudom, hogy mikor fog befejeződni. A méhész egyik kedvenc tevékenységét folytatom, most a mézpörgetésre készülünk elő, illetve a méz elvétellel foglalatoskodunk most jelen pillanatban, illetve mivel az egyik nagy kultúra, a repce, az már lemenőben van, megpróbáljuk áttelepítéssel az akácot meglovagolni, tehát még egy vándorlás is előttünk van, tehát egy olyan 100 családot kell átmozgatnom egyik helyről a másikra. Nem egy egyszerű történet, tehát egyszerre pergetéssel is foglalkozni, mézelvétellel is, visszarakással, szállításra előkészítés, szállítás, letelepedés és folytatni tovább, illetve a rajzás gátlást kéne megoldanom, és belőlem csak egy van sajnos. De te egyébként nem tartasz a méhektől, ez evidens, vagy nem tudom én, mert ugye erről is beszélgettünk itt a stúdió felvétel előtt, hogy sokan abban hisznek, hogy ilyen védőruhában kell megközelíteni a méh családokat, valaki ebben nem hisz, mitől függ ez? Ez beállítottság, általában az idősebb méhész kollégáknál van egy
ilyen felfogás, hogy tehát nem szkafanderban méhészkedünk. Én azt mondom, egy védőruházat az azért benne van a nevében, hogy védőruházat. Sokkal egyszerűbb, könnyebb dolgozni a méhekkel, illetve nem kell arra figyelni, hogy most megbök, nem bök. Attól függetlenül, hogy van rajtam ruha, így is kapok bökést. Most 8-10-15 bökés egy nap. Elmegy a többihez, tehát hozzáteszem a többihez. Amikor a 30-40-re kapok, azt már úgy nagyon nem szeretem. Ezért van a védőruházat, hogy ezt csökkentsük. Illetve van egy időszak, illetve több időszak, illetve hogyha olyan az időjárás, akkor bizony gorombák a méhek. Ezt úgy szoktuk mondani, hogy gorombák. És akkor szóljunk még a méz jelentőségéről, hiszen egy majdnem, hogy szuper élelmiszerről beszélhetünk. Hogy érzed, most már közel 20 éve foglalkozol méhészettel, méz értékesítéssel, a soproni, illetve a hazai mézfogyasztás miként alakul? Hát a hazai mézfogyasztás az relatíve állandó, tehát új szereplők nagyon nem jönnek, régiek nagyon nem mennek, tehát aki mézet fogyaszt, szereti, az fogyasztja, aki nem ismeri, nem szereti, az nem fogja fogyasztani, tehát ebben nincsen. Az, hogy mennyire találnak meg bennünket, méhészeket az emberek, a vásárlók, ez tudatosságon múlik. Sajnos, amit lehet hallani a médiában, országos médiában, illetve európai, illetve szinten, nem biztos, hogy mindenki tudja, de szerintem a top 10-ben benne van a hamisított termékek között, tehát azt mutatja, hogy mekkora kereslet van rá, és nem véletlenül, hiszen egy nagyon egészséges, nagyon jó táplálékról van szó, és jelen pillanatban azok a méznek nevezett készítmények, amik beáradnak külföldről, azok nem feltétlen tesznek a hazai méhészeknek, illetve a mézfogyasztóknak sem, mert nem mézet, tehát azért a pénzért nem mézet vesznek. Tehát drága cukorszirupot vesznek, vagy nem tudom mi az. Mint sok terméknél, itt is érdemes a kézműves, az eredeti, a házi mézet keresni. Mi mindenre jó egyébként a méz, illetve a mézhez kapcsolódó termékek? Tehát alapvetően a méz úgynevezett egyszerű szénhidrátot tartalmaz, ez a szervezetbe nem épül be, hanem egyből lebomlik. Tehát a méhecske is alapvetően üzemanyagként használja. Mivel egy nagy tisztaságú, abban az értelemben egy nagy tisztaságú élelmiszer, azért gyűjti, azért készíti a méhecske, hogy adott esetben a kaptárban októbertől márciusig végig tudjon kirepülés nélkül, probléma nélkül tudja ezt az élelmiszert fogyasztani, tudja égetni, illetve hőt tudjon belőle magának termelni, és nem okoz a szervezetének gondot. Ugyanez vonatkozik ránk. Nagyon sok anyagot tartalmaz maga a méz is, ami az emberi szervezet számára fontos, illetve jól tud hasznosulni, illetve segíteni, illetve a fajta mézeknek adott esetben vannak speciális hatásai, csak egy egyszerű példát, tehát a hásva, tehát mindenki ismeri, nagyon jó megfázásos téli időszakban, nem meglepő módon a hársfának a méze, hársfa virágnak a méze, és ugyanilyen jótékony hatása, tehát az egyik legjobb köhögés csillapító, illetve téli időszakban az egyik legjobb méz tud lenni. Szokták mondani, hogy a természetes antibiotikum. Ez teljes mértékben igaz. Tehát fogyasszunk minél több mézet. Én is erre tudom buzítani mindenkit, ugye? Természetesen. Kinek mennyi az ingerenciája? Tehát nem is tudjuk túlenni magunkat, mert a szervezet, mivel régóta ismeri, tehát nem finomított ipari cukorot, amit az ember 200 éve használ nagy mennyiségben, és nincsen hozzászokási, tehát még nem védekező mechanizmusa nincsen, a mézzel szemben próbálja megenni bárki egy üveg mézet. 4-5 kanál után azt mondja, hogy köszönöm, Nájdánke, nem kérek többet, mert egyszerűen nem, mert van egy védekező mechanizmusa a szervezetnek. Tehát több százezer éve fogyasztunk mézet. Tehát nem egy új keletű dolog. Amit biztosan tudunk, 20-30 ezer évvel ezelőtt biztos, hogy fogyasztottak az őseink, hiszen a spanyol barlangrajzokon látható, hogy ott már fogyasszák a mézet a elődeink. Nagyon szívesen folytatnám, de itt a műsoridő vége, és nagyon köszönöm Horváth Antal méhészmesternek, hogy a vendégünk volt. Én köszönöm, hogy itt lettem. Illetve önöknek is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, minden jót kívánok, viszontlátásra!